Bizonytalan aggódó ügyfelek rohamozták meg a DRB bankcsoport fiókjait országszerte, miután a Nemzeti Bank felfüggesztette a pénzintézetek működését, és tegnap óta korlátozza a betétek kifizetését. Mindez 100 000 embert érintett, sokfelé rendőrök vagy polgárőrök védik a fiókokat, annak ellenére, hogy már a bankszünnapot hirdettek. A jegybank napokon belül dönthet a Budakes Brókerház és a tulajdonosok érdekeltségébe tartozó DRB bankok végleges bezárásáról. Reggel 6 óta tömött sorokban szakadó esőben várakoztak az egyre türelmetlenebb ügyfelek Berettyóújfaluban, pedig bankszünnapot hirdettek mára a tegnap kinevezett felszámoló biztosok. Mindenki a pénzét akarta. Megy otthon, szerintem anyukám bevarja a paplanba. Akkor megkapok egy millió forintot, a többi meg majd, mit tudom, gyógyszerre kellene pénz. Hízom kellene venni, nekem a családom van, négy kis unokám. Szemben nem is tudja, akkor mikor jön ide. Zárt ajtó fogadta a DRB bankcsoport ügyfeleit Debrecenben is. A megyeszékhelyen ma főleg vállalkozók intézték volna az ügyeiket, ma jár le ugyanis az áfa bevallás határideje. A jegybank tegnap 1 millió forintban korlátozta a betétek kifizetését, a bankkártya tulajdonosok is betétesnek számítanak. A fiókokban azonban egyáltalán nem lehetett ma pénzt felvenni, és az automaták sem működtek. Az ember azt hiszi, hogy a nagy az hamarabb bedől, a kicsi is bedől, erre nem lehet mit mondani. Gyöngyös-Orosziban polgárőrök, Mátrafüreden rendőrök őrizték a bankfiókok bejáratát, a fizetésük és a nyugdíjuk miatt aggódó indulatos ügyfelektől tartottak. Hogy nehogy nagyobb rendzavarás történjen itt, és azt próbáljuk kicsit csitítani, hogyha valami történne. A siklósi önkormányzatnak 170 millió forintja ragadt a DRB bankban, pedig az önkormányzati pénzeket nem szavatolja a betétbiztosítási alap. A polgármester azt kérte, senki se fizesse be a most esedékes helyi kommunális adót. Azt még nem tudják, miből pótolják majd a veszteségeket. A februári segélyeket benyelte a bank. Tehát erről értesíteni fogjuk a segélyezetteket, hogy legyenek türelmesek, ők egyelőre nem jutnak hozzá a pénzükhöz. A DRB bankcsoportnak összesen 112 fiókja van Magyarországon. Ezeken a helyeken nem jutnak a pénzükhöz az emberek. Információink szerint összesen majdnem 100 000. Őket az országos betétbiztosítási alap kártalanítja majd, ha a bankcsoport végső bezárásáról dönt a jegybank. Akkor legfeljebb 30 millió forintot kaphatnak vissza 20 munkanapon belül. Legalább fél évbe is beletelhet viszont, mire a Budakes ügyfelei a pénzükhöz juthatnak. Őket a befektetővédelmi alap kártalanítaná, és esetükben csupán 6 millió forintig érvényes a biztosítás. Minden szerződést külön-külön meg kell vizsgálnunk. Az Európai Uniós direktívában is a 90 napos határidő van, ez vonatkozik ránk is, a ügyek elbírálására, további 90 nap a kifizetésekre. A befektetővédelmi alapnál már minden idők legnagyobb bróker botrányáról beszélnek. Úgy számolnak, a kártalanítás négyszer annyiba kerülhet nekik, mint amennyit az elmúlt 20 éves működésük alatt összesen kifizettek. A jegybank tegnap függesztette fel a Budapest Brókerházat, illetve a tulajdonosok érdekeltségébe tartozó DRB bankcsoport működését. Bűncselekmény gyanúja merült fel, elképzelhető, hogy a társaság 15 éve hamisítja az adatokat, összesen 100 milliárd forinttal nem tudnak elszámolni.